60 éve történt az 1956-os forradalom és szabadsághoz, de még mindig vannak szürke, sőt fehér foltok, főleg a fiatalok keveset tudnak arról, hogy mi is történt egészen pontosan azokban a napokban, hetekben Magyarországon és Győrben, mert hogy Győr volt ugye a dunántúli események fővárosa, központja. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit, ez itt a Konkrét, benne pedig nem véletlenül 1956-ról beszélünk, a győri eseményekről beszélünk, meg arról is beszélünk, hogy a határon túl, például Ingolstadtban hogyan hajtottak fejet 56 hősei és mártírjai előtt. Vendégünk a stúdióban dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát 1956, azon kevesek egyike, akik ott voltak, látták, átélték, így Győrben az eseményeket. Ez többek között egy általunk publikált filmben is kiderült, hogy mi is történt így Győrben. Alpolgármester úr, ön szerint mit üzen 1956 azoknak, akik ott voltak és átélték, és azoknak, akik nem voltak ott, keveset tudnak róla, de szeretnék többet tudni? Hát szerintem 56 helyén van, de még mindig nincs igaziból a helyén. Ugyanis az a 40 év elhallgatás, amit a Kádár rendszer produkált, az még, és itt sajnálok bizonyos korosztályokat, bizonyos korcsoportokat, azok még a elhallgatás, illetve nem csak az elhallgatás, hanem a megfélemlítés nem engedte azt, hogy az 56-os eseményeket történészek reálisan fölmérjék. És ezért nagyon örülök annak, hogy az idei év, ugye a 60. évforduló, a kormány által is egy nagyon támogatott programsorozat, ami azt jelenti, hogy ismertessük meg a magyar emberekkel, fiatalokkal, idősekkel, hogy mi is történt. Ugyanis véleményem szerint ez 1848 utáni legnagyobb esemény, és ahogy így egy kicsikét bele kutakodunk, vagy belenézünk ebbe, ez valóban nem a magyaros nagyotmondás jelenti, hogy a világra szóló esemény volt, hanem valóban az volt, hiszen ne feledjük el, hogy akkor a Szovjetunió ugye erős volt, atomhatalom volt már, és senki nem hitte volna, hogy van egy olyan nép, vagy van egy olyan nemzet, amely egy kicsikét, nem kicsikét, hanem eleget szenvedett, és ezt ki is fejezi. És ez a dolog szerintem, és ahogy így külföldön voltunk, vagy vagyunk, ez most kezd igaziból helyére kerülni, és Magyarországon is kerüljön helyére, hogy büszkék legyünk az országra, és büszkék legyünk mi győriek, például a győri vezetőkre. Akár országosan nézzük, akár itt a győri eseményeket nézzük, az akkori események főszereplői, az akkori tettek, mit üzennek a mai magyar fiatalok számára? Lehetnek ők egyfajta példa hazafiasságban, szabadságvágyban, kitartásban, a túlerővel szembeni fellépés tekintetében? Tehát lehet őket példaként állítani azoknak, akik hát sajnos nem voltak ott, de esetleg szeretnének többet tudni az eseményekről? Lehet őket példaként állítani, és az egy gazemberség volt, mikor azt mondták, hogy ellenforradalom. Nem, ez egy spontán felkelés volt, illetve spontán forradalom volt, és hogyha megnézzük a résztvevőket, az egyszerű munkástól, sőt a kivégzetteknek nagy része egyszerű munkás, a tanáremberig, ezek azt jelentik, hogy ezek az emberek megunva, vagy megelégelve, talán a pontosabb kifejezés, megelégelve a Rákosi rendszer és a szocializmusnak a szörnyűségeit, valóban szabadságot akartak. Mit üzen ez nekünk? Azt üzeni nekünk, hogy egy népnek a szabadságvágyát, és különösen magyarokét, nem lehet eltiporni, lehet diktatúra, lehet megfélemlítés, lehet Rákosi rendszer, de valahol egyszer izzik a panás, és ez a panás aztán lángra kap. Nem csak a szabadságvágyról van szó, hanem itt a hazaszeretetről és a nemzet iránti szeretetről is, hiszen ezek magyarok szerettek volna maradni, magyarok szerettek volna. Tehát ezek a forradalmárok, akik hát a forradalmat végül is tevőlegesen végigcsinálták, magyarok szerettek volna. És hogy mennyire a magyarságról szólt és a szabadságról szólt, érdekes, ha az 56 és a forradalom eseményeit megnézzük, akkor nem látunk, ahogy Bíbó is írja, osztálykülönbséget, különböző különbségeket, hanem a magyar nép egységes volt. Tehát itt egy magyarságot,
és magyarságot szerettek volna, szabadságot szerettek volna, és hát természetesen a szocializmust, pedig itt óvatosan fogalmazok, mert hiszen a Nagy Imre a vezető volt, az egy, tudjuk, az egy kommunista mártír lett aztán későbbiekben, tehát nem is azt mondanám, hogy a szocializmus ellen volt ez a forradalom, hanem azon szocializmus ellen volt, és az nem igaz, csak ezt a Kádárék mondták, hogy itten a földbirtokosokat akarták visszahozni, az egyházi birtokokat akarták visszahozni. Ez már egy elfeldítése a történetnek. Normális Magyarországot szerettek volna. Ugye a 60. évforduló a magyar állam jó voltából is különös megközelítést kap itt Magyarországon. Rengeteg program van pont azért, hogy azok, akik keveset tudnak 56-ról, jóval többet tudjanak meg. Ebben egy picit mi is részt vettünk, mert ugye a Győr Plusz Média is készített egy olyan anyagot, amit október 23-án láthattak, hallhattak, olvashattak a kedves nézők. Ön is az egyik főszereplője ennek, felidézve ugye az akkori eseményeket. Ennek lehet üzenete, célba találhat ez a mű, mert egyelőre nagyon jók a visszajelzések. Hát nem csodálom, hogy jók a visszajelzések, részben rendkívüli jól fölépített, rendkívüli jó szerkesztett műsorról van szó, a másik pedig, hogy aki tisztában akar lenni az 56-os események, 56-os győri események történéseivel, kronológiájával, és tisztában akar lenni avval, hogy ki volt a Tihanyi Árpád, ki volt a Szigeti Attila, Török István, vagy a Máté Mária, az, ha megnézi ezt a filmet, és itt hadd mondjam, hogy nagyon örülnék, ha sok győri megnézi, és én bízom benne, hogy ez a film, ez még minimum november 4-éig napirendén lesz, illetve egészen pontosan programon lesz. Aki ezt megnézi, az helyre tudja tenni, és ott derül ki megint, amit már előbb is mondtam, és nem csak most mondom, hogy a Kádár rendszer teljesen indokolatlanul, a vérbosszú dolgozott bennük, teljesen indokolatlanul olyan embereket végeztetett ki, akik fegyverhez nem nyúltak, olyan embereket végeztetett ki, például Tihanyi Árpádot, aki azért ment el Moson-Magyaróvára, hogy nehogy ott lincselés legyen. Tehát gyakorlatilag ez a film helyre teszi a győri eseményeket, illetve egy nagyon korrekt összefoglalót ad. A másik dolog, ugye előbb fölvetődött a külföldi dolog, az nagyon jó, hogy a magyar kormány egy európai, de nem csak európai ünnepség sorozatot szervezett, illetve támogatott. Így volt az, hogy a müncheni főkonzulátus, a mi testvérvárosunkban, Ingolstadtban, az ottani városi önkormányzattal, illetve az ottani Petőfi körrel egy nagyszabású ünnepséget rendezett, egy beszéddel, műsorral, ahova, és volt szerencsém nekem oda elmenni, ahová nekem kellett beszédet mondani, amit hangsúlyozom, nagyon szívesen vállaltam, és öröm volt nézni, hogy legalább 100 résztvevő volt, és ezek között, a résztvevők között érthető módon már nagyon kevés az 56-os, hiszen azok már most, ha 20 éves korukban diszidáltak, akkor most már 80 évesek, de a fiatalok is nagyon sokan részt vettek, és ugye hát ilyen előadás, illetve egy ilyen ünnepség utána beszélgetnek, és oda jöttek, és mondták, hogy köszönik szépen, mert épp ez a fiatal generáció, aki nem sokat tud az 56-ról, és én úgy gondolom, hogy ezekkel a, most nem csak Ingolstadtról van szó, hanem ugye Orbán miniszterelnök előtte két nappal volt Münchenben, de elmondhatjuk, hogy Egyesült Államokban volt Varga miniszter úr, tehát ezekkel a műsorokkal megismertetjük egyrészt az ottaniakkal, hogy mi történt 56-ban, ami számomra nagyon pozitív, hogy az ottani magyarokkal is nem csak megismertetjük, hanem úgy ismertetjük meg, hogy valóban büszkék lehetnek a magyarságukra, és ne azt higgyék, hogy most ottan Németországban meg kell ijedni a németektől, vagy teljesen irreálisan azt kell mondani, de nagyok a németek, mi is nagyok voltunk. Tehát ezért ez a műsorsorozat, ezért ez az eseménysorozat, ez nagyon jó volt. Még egy nagyon gyors kérdésre, meg egy válaszra van időnk. Nekem lehet, hogy szakmából fakad, de október 23-án este direkt néztem a híradókat, európai híradókat, német, osztrák, olasz, sorolhatnám. És érdekes módon, ha már a fiatalok felé nyitunk az 56-os eseményekkel, annak reális tálalásával, érdekes módon Európa is mint a felfogta volna, hogy akkor és ott ezek a magyarok, mi magyarok, megmutattuk, hogy igenis érdemes szembeszállni a túlerővel.
Aznap este mindenhol vezető hír volt, archívképekkel, hogy a magyarok akkor és ott mit tettek. Felfoghatta akár az egész világ, vagy legalábbis egész Európa, hogy akkor és ott a magyarok 56-ban mit tettek? Ugye itt beszéltünk előbb a magyarországi elhallgatásokról, de azért a nyugati sajtó sem volt mindig annyira reális, azért ebben a diplomáciai dolgok, pláne ugye akkor nyitottak kelet felé, főleg akkori nyugatnémetek, nem akarták úgymond megsérteni a Kádárt, mindent, tehát én szerintem ott is az elmúlt időszakban kezdik reálisan látni, úgy reálisan látni, hogy ez valóban, mondom, mi magyarok szeretünk néha nagyot mondani, de ez nem nagyot mondás, hogy befolyásoltuk az Európa, és áttételesen a világ történelmét is. Na, polgármester, köszönöm szépen, akkor még egyszer azt javasoljuk, hogy nézze meg mindenki ezt a Győr pluszos filmet, érdemes. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ez volt már a konkrét, a hét második konkrétja, legközelebb pénteken már Kárpát Zsolt számít a figyelmükre új témával és új vendéggel. Addig is, ha tehetik, tényleg valahogy jussanak hozzá ez a filmhez, nézzék meg, érdemes, kiderül, hogy mi is történt valójában 60 évvel ezelőtt itt Győrben, kik voltak a hősök, kik voltak a mártírok, és miről szólt a forradalom valójában. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, a viszontlátásra. A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.